Második Rákóczi Ferenc halála Mikes Kelemen, 112. levél, Rodostó, 1735. április 8. Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivevém a közülünk a mi édes urunkat és atyánkot, három óra után reggel. Ma, nagy péntek lévén, mind a mennyei, mind a földi atyánkot kell siratnunk, az Isten mára halasztotta halálát urunknak azért, hogy megszentelje halálának áldozatját annak érdemével, aki ma megholt érettünk. Amicsoda életet élt, és amicsoda halála volt, hiszem, hogy megmondották néki, ma velem lész a paradicsomban. Hullassuk bőséggel könnyeinket, mert a keserűségnek ködje valóságosan reánk szállott. De ne azt a jó atyánkot sirossuk, mert őtet az Isten annyi szenvedései után a mennyei lakodalomba vitte, ahol a gyönyörűségnek és az örömnek poharából itatja. Hanem mind magunkat sirossuk, kik nagy árvaságra jutottunk. Ki sem lehet mondani, micsoda nagy sírás és keserűség vagyonít mi közöttünk, még csak a legalább valón is. Itéld el ha lehet, micsoda állapotban írom ezt a levelet de mivel tudom, hogy örömest kívánná tudni, mind eset szegénynek halála, mind téntával, mint könyhullatásaimmal leírom, ha szinte az által megszaporítom is keserűségemet. Úgy tetszik, hogy az utolsó levelemet az elmúlt holnapnak, 25. napján írtam meg. Aztán szegény, mind nagy bágyottságokat érzett. Igen, keveset, de másként mindent a szokás szerint vitt végben abban a gyengeségben is Esztergájában dolgozott első áprilisig. Aznap pedig a hideg erősen jött rá, és annál inkább meggyengítette. Másnap jobb bacskán volt. Virágvasárnap a gyengeség miatt nem mehetett a templomba, hanem a közel való házból hallgatta a misét. A mise után, amely pap odavitte neki a szentelt ágat, térden állva vette el kezeiből, mondván, hogy talán több ágat nem fog venni. Hétfűn jobb volt. Kedden hasonlóképpen még a dohányt is megkívánta, és dohányzott. De azt csudálta mindenikünk benne, hogy ő halála órájaig a háznál való rendben semmit el nem mulatott, se meg nem engedte, hogy ő érette valamit elmulassanak. Minden nap szokott órában felöltözött, ebédelt és lefeküdt. Noha alig volt el, de mégis úgy megtartotta a rendet, mint egészséges korában. Szerdán délután nagyobb gyengeségben esett, és csak mindenkor aludt. Egy-nehányszor kérdeztem, hogy mint vagyon, csak azt felelte. Én jól vagyok, semmi fájdalmat nem érzek. Csütörtökön, igen közel lévén utolsó végéhez, elnehezedék, és az urat magához vette nagy buzgósággal. Este a lefekvésnek ideje lévén, Kétfelől a karját tartották, de maga ment a hálóházába. A szavát igen nehéz volt már megérteni. 12 óra felé éjszaka, minnyája mellette voltunk. A pap kérdette tőle, ha akarja-e felvenni az utolsó kenetet. Intette szegény, hogy akarja. Annak vége lévén a pap szép intéseket és vígasztalásokat mondván neki, nem felelhetett reája, noha vettük észre, hogy eszén van, azt is láttuk, hogy az intéskor a szemeiből könyhullatások folytanak. Végtére ma, szegény, három óra után reggel az Istennek adván lelkét elaluvék, mivel úgy holt meg, mint egy gyermek. Szüntelen reánéztünk, de mégiscsak azon vettük észre által menetelét, amidőn a szemei felnyíltak. Ő szegény árvaságra hagyva bennünket ezen az idegen földön. Itt irtóztató sírás-rívás vagyon közöttünk. Az Isten vigasztaljon meg minket.